Nem egyedi, de csak évtizedenként megeső ritkaság következik. Fegyveres rablással vádolt rendőr állt bíró elé a múlt héten. Az egykori gazdasági nyomozó háromszor rabolt bankot, és olyan ügyesen álcázta magát, hogy csak 2 év alatt tudták azonosítani. A vád szerint a szerencsejáték adósságai miatt váltott oldalt az egykori rendőrzászlós. K. Igor gazdaságvédelmi nyomozó volt a pécsi rendőrkapitányságon. Vélhetően rafinelt sikkasztások és csalások százait látta és nyomozta. Rejtély, hogy miért döntött úgy, hogy inkább a jóval nagyobb kockázattal járó bankrablást választja, amikor bűnözőnek állt. Vádolom. Fegyveresen jelentős értékre elkövetett rablás büntettével. Ezek a felvételek még 2020-ban készültek egy pécsi bankfiókban. A vád szerint K. Igor látható rajta, bár első pillantásra jóval nagyobb darabnak látszik, mint a tárgyalóteremben, a szakértők szerint ő az, csak álcázta magát. Száját eltakaró orvosi maszk volt rajta, szemüveg volt rajta, nagyobb ruhát vett föl, mint amekkora a saját ruha mérete volt. A férfi fegyverrel fenyegette az alkalmazottakat, de senkit sem bántott. Közel 6 millió forintot zsákmányolt. K. Igor egykori rendőr kollégái nagy erőkkel kezdtek kutatni a bankrabló után, de álmukban sem gondoltak rá, hogy a tettes ott ül a szomszéd irodában. Közel 2 évig tartott a nyomozás, aztán K. Igor elkövetett egy szarvas hibát. Folyt a nyomozás, nyilván a Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság nyomozott az ügyben, akkor ő még mondjuk így, hogy nem került képbe, rendőrként teljesített szolgálatot, és a robotzsaru nyilvántartásban megnézte, hogy ebben az ügyben fogalmazunk így, hogy hogy állnak a kollégái, hol tart a nyomozás. Erre neki semmiféle szolgálati feladata vagy jogosultsága nem volt, hogy ezt megtegye. A rendőrségi számítógépes rendszerbe, a robotzsaruba a nyomozók csak a saját személyes azonosítójuk használatával nézhetnek bele, így utólag könnyedén ellenőrizhető, hogy ki milyen adatokat kért le. K. Igornak nyomozóként semmi köze sem volt a bankrabláshoz, így nyilván azonnal szemet szúrt, hogy miért érdekli annyira. Miután K. Igor képbe került, az utána nyomozó kollégáit további meglepetések érték. A pécsi bankfiókot a felvételen szereplő akció előtt egy fél évvel egyszer már kirabolták. Az akkori elkövető a szemtanúk szerint semennyire sem hasonlított a képen látható férfira. A korábbi rablásról készült felvételek nem nyilvánosak. A hatóságok szerint az elkövető erősen sántít rajta. A nyomozás során azonban kirendeltek egy antropológus szakértőt, aki a testi jellegzetességek alapján megállapította, hogy a sántító rabló ugyancsak K. Igor. Meglehetősen sántítva közlekedett, hogy ez most megjátszás volt, vagy egyáltalán ő volt-e, vagy ez is része volt a szerepnek, azt nem lehet tudni, ezt majd a tárgyaláson talán kiderül. K. Igor tehát a vád szerint kétszer is kirabolta ugyanazt a pécsi bankfiókot, csak egyszer sántának látszott, egyszer meg kövérnek. A két rablással úgy 8 milliót zsákmányolt. A volt rendőr zászlóst egy harmadik bankrablással is megvádolták. 2021 nyarán ezt a fővárosi bankfiókot is kirabolta, ezúttal szalmakalapot viselt, orvosi maszkot és tapszemüveget. Itt is fegyverrel fenyegette az alkalmazottakat, 3 millió forintot rakatott be velük egy piros nejlonszatyorba. Mielőtt távozott, 3 banki dolgozót bezárt egy raktárba és megrongálta a biztonsági kamerákat. Ezzel azonban csak azt érte el, hogy az ügyész még egy bűncselekménnyel megvádolta. Vádolom. Aljas indokból fegyveresen elkövetett személyi szabadság megsértése büntettével. Továbbra is rejtély, hogy a rutinos 52 éves gazdasági nyomozó miért adta a fejét bankrablásra. Rendőrként tudnia kellett, hogy bankrablással a profi bűnöző közel 20 éve nem próbálkozik. A 90-es évek után hatalmasat fejlődött a bankfiókok biztonsága, ráadásul kifejezetten figyelnek rá, hogy csak minimális készpénz legyen a pénztárakban. Az utóbbi években jellemzően elkeseredett, az utolsó szalmaszálba kapaszkodó átlagemberek próbálkoztak bankrablással. Többnyire azonnal lebuktak, vagy legfeljebb pár milliót zsákmányoltak. K. Igor a 3 bankrablással a vád szerint úgy 11 millió forintot szerzett, ami manapság egy középkategóriás autóára. Cserébe akár 22 év fegyházat is kaphat.
Valamiféle szerencsejáték volt az, ami miatt erre kényszerült. Úgy tudjuk, K. Igornak szerencsejáték adósságai voltak, amelyeket nagyon gyorsan vissza kellett fizetnie. Elképzelhető, hogy pánikba esett, és ezért döntött úgy, hogy bankot rabol. Gyorsan kellett a pénz, a másnapra pedig nem gondolt. Persze nem ő az egyetlen pandúr, aki átállt a sötét oldalra. A 26 éves E. Gábor törzsőrmester pesti rendőr volt, rablási ügyeken dolgozott. Gyakran szembesült vele, micsoda pénzek mennek át a rossz fiúk kezén. Végül ő is beállt közéjük, arab pénzváltókat raboltak ki, nyomozóként szerzett tapasztalatai sokat segítettek a támadásoknál. Belekevertek a bűntársak, másik oldalra kezdtem el barátkozni, kapcsolatokat fenntartani, szórakozni, és megirigyeltem a jólétüket. Azt tudni kell, hogy az én anyagi helyzetem az nem volt túl rózsás, és megtetszett az ő életformájuk. 2009. decemberében egy egyiptomi pénzváltóra támadtak a Havanna lakótelepen. Az áldozat azonban kést rántott és megszúrta a fiatal rendőrt, aki erre a szolgálati fegyverével agyonlőtte. Példája le! Hajdú Roland miskolci ex-rendőr életfogytiglanját tölti rablógyilkosságért. A nyomozó már 20 évesen kiábrándult a hivatásából. Úgy érezte, sem erkölcsileg, sem anyagilag nem becsülték meg egyenruhásként, hónap végére elfogyott a pénze és a mókuskerék felőrölte. Pénzszállítóként dolgozott, gyerekkori barátjával iszogatott, amikor kipattant az ötlet, hogy önrablást kövessenek el. Szóval azt teljes természetességgel, hogy ő most 400 milliókat szállítgat a kocsival. Nagyon sokszor megfordul a fejébe, az, hogy elviszi. Az ex-zsarú komplett forgatókönyvet írt. A véres akció 2007 márciusában történt. A pénzszállító autóban utazó másik őr mit sem tudott a tervről, őt kegyetlenül megölték. A Kékfénynek adott interjúban a férfi azt mondta, ex-rendőrként neki még nehezebb a börtönlét. Az embert azért nyilván felkérdezik emiatt, hogy ez voltál, az voltál, vagy menekül az irányból, mint az egér, így próbál menekülni mindenfajta elől, vagy pedig azt mondja, igen, ez voltam, de az múlt. Tisztelt örvényszik, nincs akadálya többi részvétel. A volt pécsi gazdasági nyomozót K. Igorta három bank kirablása mellett személyi szabadság megsértésével és hivatali visszaéléssel is megvádolták, ugyanis hivatali visszaélésnek minősül az, hogy a saját rablásai után kutakodott a robotgyarú rendszerben. Az is kiderült, hogy egy ismerőse részére utána nézett egy lopott autó utáni nyomozásnak. K. Igor a hivatali visszaéléseket elismerte a bíróságon, a három bankrablásból azonban csak egyet vállalt el, azt, amiről a nyilvánosságra került felvétel készült, de ez se egészen úgy, ahogy a vádban szerepel. Elkövettem, viszont vitatom az összeg nagyságát. A vád szerint 5 millió 700 ezer forintot vitt el a pécsi bankból. A törvény szerint 5 millió felett jelentős összegnek számít a rabolt pénz. Ha a vádlottnak sikerül igazolnia, hogy 5 millió alatt volt a zsákmány, némileg enyhébb büntetésre számíthatna. Hogyha az előkészítő ülésen elsőrendű vádlott a bűncselekmények elkövetését beismeri, őt 12 év fegyházvégrehajtási fokozatú szabadságvesztéssel ítélje. K. Igor nem mondott le a tárgyalás jogáról. Jelentős értékre elkövetett fegyveres rablásért önmagában is járhat akár 15 év. Ha az aljas indokból elkövetett személyi szabadság megsértése és a hivatali visszaélés miatt is elítélik, akár 22 évet is kaphat.